Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban utána járunk, miként készülnek a szeptembertől induló technikus képzésre az oktatásban. Megtudhatják, mit rejtett az idei vincevessző, vagyis hogy milyen évre számíthatnak a borászok, és Orbán Krisztián közgazdász segítségével a magyar gazdaság versenyképességi kihívásairól is szó lesz. Tartsanak velünk! Megkezdődtek az előkészületek az iskolákban a szeptembertől induló technikus képzésre. A szakképzőintézetek vezetőinek véleménye szerint az egykor jó hatásfokkal működő középvezetőképzés modernizálódott változata keresett lehet akár a felsőoktatás alternatívájaként is. Pilisi Réka középiskolás korában még arra készült, hogy orvos vagy gyógyszerész lesz. Továbbképzésekre, szakkörökre járt. Aztán a döntés pillanatában arra szavazott, érettségi után szakmát tanul. Jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrum Adi Szakközépiskolájában végzős kozmetikus tanuló. Szerintem mindig szükség lesz a szakmára, bármilyen szakmáról is beszélünk, mondjuk például a kozmetikusokra. Szerintem mindig szükség van egy jó kozmetikusra. Nagyon megtetszett, szeretnék itt végezni és kozmetikusként dolgozni később, különböző tanfolyamokra járni, képezni, van folyamatosan tanulni, érdekelnek más dolgok is így a kozmetikába. Réka egyike azoknak, akik külsősként érkeztek a szakképzésbe. Szeptembertől a technikus képzés beindításával az érettségi utáni képzések rendszere is átalakul. A technikus oktatásról a szakemberek azt mondják, jó formája volt a szakmai fejlesztésnek. Egy kimondottan sikeres időszak volt a magyar közoktatásban és szakképzésben, amikor technikumok technikusokat képeztek, és nagy valószínűséggel ezt a régi sikeres időszakot gondolják visszahozni azzal, hogy 2020. szeptemberétől már technikusokat fogunk képezni érettségi után itt iskolánkban. A régi típusú technikus képzés egy nagyon jó képzés volt annak idején. Nem felejtettük még teljesen el azok a hagyományok, amik akkor megvoltak, vagy megalapozódtak, azok a mai technikus képzésben is megvannak, és az új technikus képzésben talán még inkább megjelennek majd. A rugalmasság alatt értem azt, hogy minden irányban tovább lehet vele menni. Felsőoktatás irányába, munkavállalás irányába, és akár a további szakképesítések megszerzések irányába, és mindegyiknek egy nagyon jó alapot fog adni. Tehát az a fiatal, aki a technikus képzésben megjelenik majd nálunk érettségi után, az biztos, hogy egy stabil induló pozícióból mehet majd tovább. Szeptemberben a induló képzéseknél eddig is nagyon sokat beszéltünk az 5 éves technikumi képzésről, amely elsődlegesen az általános iskolásokat célozza meg. Viszont nagyon fontos, hogy tudjuk azt is, hogy 2 éves formában is folytatódik a technikumi képzés, tehát akik 2020. szeptemberében érettségizettek, beléphetnek a 2 éves technikumi képzésbe. Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hiszen a 2 éves képzésben már az új szakmákat, az új technikumi szakmákat lehet elsajátítani, duális képzésben lehet részt venni ezekben a szakmákban, duális képzőpartnereknél, már teljes egészében az új szakképzési törvénynek megfelelően. Az alaptechnikumi képzés, amiről beszélünk, ami az általános iskolásoknak ugye 9. évfolyamon lép be, ott van egy 2 éves alapozó időszak, egy szakmai alapozás. Ezt követi egy 3 éves szakirányú oktatás. Összességében az 5 év alatt, miután ők közismereti tárgyakat is tanulnak, tananyag tartalmát tekintve mindösszesen pontosan ugyanannyit tanulnak, mint a 2 éves technikumi képzésben. Ugyanis a 2 éves technikumi képzésben már nincsen közismereti tartalom, hiszen ott az érettségi vizsga belépési feltétel, alapbelépési feltétel. És akinek ez megvan, ugye ő már azt bizonyította, hogy a közismereti tartalmakat elsajátította, ott már csak a szakmai tartalomra koncentrálunk. Tehát összességében ugyanazt viszi mind a 2 struktúra, tartalmát, szakmai tartalmát tekintve. Dombováron a szakképzési centrum Apácai középiskolájában van egy olyan osztály, akik pedagógiát tanulnak. A képzés alkalmas arra, hogy felkészítsen a felsőoktatásban való továbbtanulásra, de az elhelyezkedésre is megfelelő képesítéseket nyújt. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy merre menjek, de tovább menni semmiképp nem szeretnék igazából. Ezt csak igazából azért választottam, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket is. Úgy gondolom, hogy még a szakmába szeretnék egyelőre elhelyezkedni, aztán, hogyha ennyire tetszik, akkor lehet, hogy tovább megyek, de ebben még kicsit bizonytalan vagyok. Jó. Vonzott itt az emberközpontúság, és igazából kifejezetten azt tetszik, hogy nem korlátozódik be kifejezetten így a tanításra, illetve
óvodára, hanem el lehet vele helyezkedni akár idősek otthonában. Viszont tényleg nagy segítséget nyújt, hogy későbbiekben akkor ugye továbbtanuláshoz akár, vagy hát, meg ugye utána konkrétan el is lehet vele helyezkedni is, ugye szakmában. Érettségi után bárki bekapcsolódhat majd a technikusi képzésbe. Mindenkit arra tudok csak biztatni, hogy egy szakmával később, hogyha szakirányban szeretne tovább tanulni, sokkal nagyobb a lehetőségei, és ez többek között ezért is fontos, hogy szakmát tanuljon. Másrészt pedig azért is nagyon fontos, mert a két éves képzésben olyan szakmák jelennek meg, amire tényleg nagyon nagy igény van, és nagyon nagy kereslet van. Az elhelyezkedés, azt merem mondani, hogy garantált, hiszen ugye bármelyik cégvezetővel, ha beszélünk, mindenki munkaerő hiányról beszél, és mindenki keresi a szakembereket, tehát biztosan jó lehetőségek vannak az elhelyezkedésre, többletpontot lehet szerezni a továbbtanulás tekintetében, ha valaki még utána tovább szeretne menni, és nem mellesleg a többletponton kívül olyan nagyon magas szakmai tudással tud tovább lépni a felsőoktatásba, ami neki sokkal egyszerűbb és könnyebbé teszi majd ott a tanulást. Ebben a technikus képzésben nyilván azok az oktatási formák, amik a mostani nappali és a mostani felnőtt oktatásban megvannak, mind meglesznek majd. Igaz, hogy egy picit más formában, de rugalmasság irányába fognak elmenni, és nyilván a magas szintű szakmai tudás, a modern szakmai tartalmak beemelése az, ami majd ezt igazán aktuálissá teszi. Nem szakirányban tanulnak tovább az 5 éves technikus képzésben, azoknak a 2 éves képzések fognak majd lehetőséget adni az érettségi utáni csatlakozásra. Ebben nyilván lehetőséget kap az is, aki bárhol leérettségizett, lehetőséget kap az is, aki más szakirányból szeretne egy újabb szakirányban tovább tanulni. Ezekben a 2 éves képzésekben magas szintű alapozással elindulva egészen a technikus minősítésre fognak majd eljutni. Egy szakképzésnek mindig az a siker kulcsa, hogy a képzés megtalálja-e azokat a legfontosabb válaszokat a munkaerőpiac kihívásaira, hogy szinte napra kész szakembereket tudunk kibocsátani. A technikum idejében akkor ez megtörtént, és nagyon remélem, hogy az új technikusi rendszernek ugyanez lesz az elsődleges célja, és sikerül is választ adni a munkaerőpiac kihívásaira. Szervezés tekintetében nem túl sok, hiszen jelenleg is foglalkozunk érettségi utáni OKS képzéssel, ahova nem szakirányú, tehát akár gimnáziumból érettségivel bejövő gyerekeket is oktatunk, 2 év alatt kapnak OKS bizonyítványt. Ugyanez lesz a technikumnál is, tehát gimnáziumban, bárhol, bármilyen másik középiskolában érettségizett diákokat fel tudunk venni, és érettségi után 2 év alatt technikusi bizonyítványt tudnak itt nálunk szerezni. A tartalom tekintetében tehát lesz egy modernizáció, valamint a képzettség technikusi képzettséget fog jelenteni. A szakemberek véleménye szerint a technikus képzés modernizált változata a mai képzési rendszer egyik előremutató kezdeményezése lesz. Ez egy teljesen más gondolkodásmódot jelent iskolai szinten is. Ugye a 2 éves technikumi képzésnek az első fél éve az, ami a szakmai alapozást jelenti. Ezt a fél évet csak és kizárólag az iskolában fogják eltölteni tanműhelyi körülmények között. A fél év elteltével, ha lesz egy sikeres alapozóvizsgájuk, akkor ezt követően mehetnek ki a duális partnerhez. Itt nagyon fontos, hogy a cégeknek mi az igénye, nagyon fontos az iskolák, az oktatók és a cégeknek az együttműködése. Az újdonságot ez fogja jelenteni. Hogy igény mindenképpen megjelenik, már jelen pillanatban is kaptam érdeklődő telefonokat, akár gimnázium vezetőtől is, hogy milyen lehetőségek vannak a 2 éves technikumi képzésekben. Én abban hiszek és bízom abban, hogy miután ugye itt is érvényes lesz az ösztöndíjrendszer, illetve a duális képzési rendszerben a munkaszerződés rendszere, a tanulói juttatások jelentős mértékben megnövekednek, hogy ez is vonzóvá teszi a fiatalok számára. Azt gondolom, hogy ez a jövő képzési formájának az egyik alapvető tényezője lehet a szakképzésben, illetve magában a szakmai képzésben. Szükség is lesz rá. Azért lesz rá szükség, mert innen lehet tovább lépni. Tehát ez a képzés lesz az, ami majd a középszintű vezető réteget kitermeli akár a gazdaságnak, akár pedig megalapozza a mérnökképzést, ugye mi főleg szakmai irányban képzünk, megalapozza a mérnökképzést, akár a gépészet, akár a közlekedés, akár az informatika területén. Az új technikusi rendszerben 9 ilyen technikusi szakot fogunk kínálni számukra. 8 szak tartalom és név tekintetében megegyezik, illetve hasonló a korábbi OK-hoz. A technikumi rendszerben egy új szakot fogunk meghirdetni, a Pannon Egyetemen együttműködve, ez pedig a vegyésztechnikus szak.
ez az együttműködés a törvényben biztosított technikusi végzettség mellett több lehetőséget biztosít a diákok számára, hiszen egy felsőoktatási intézménnyel együttműködni az mindig egy kihívás és egy lehetőség is. A jelenlegi OKS végzettséggel is plusz 32 pontot lehet szerezni a továbbtanulás szempontjából szakirányú felsőoktatási intézménybe, de az együttműködés a Pannon Egyetemmel ezen túl is még biztosít lehetőséget a diákjaink számára. Bár a technikus képzés részletei e pillanatban még kidolgozás alatt állnak, a ma már tudható részletek bizakodásra adnak okot, erről tanúskodnak a szakképzést végző intézmények vezetőinek véleményei is. Ha minden pozitívuma bebizonyosodik, akkor egyre többen Pilisi Rékához, a kozmetikus tanulóhoz hasonlóan döntenek majd a szakmaválasztás mellett. A tisztán magyar tulajdonú, komoly szellemi tőkével rendelkező középvállalkozások hiánya okozza elsősorban a magyar gazdaság lemaradását a nemzetközi piacon versenyképesség tekintetében. Hangsúlyozta Orbán Krisztián közgazdász a szekszárdi vállalkozószalonban megtartott előadásában, ahol Lengyelország és Csehország sikertörténetének főbb okairól is beszélt, elemezve ezeknek az országoknak a magyartól eltérő modelljét már a rendszerváltozást követő években. Nem kevesebbre vállalkozott a modern közgazdaságtan képviselőjeként Orbán Krisztián, mint arra, hogy a szekszárdi vállalkozói szalon évadnyitó rendezvényén összehasonlítsa a világban tartós növekedést elért gazdasági modelleket, kiemelve a magyarországi rendszerváltozás utáni történéseket, összehasonlítva azokkal az országokkal, például az ázsiai kistigésekkel, aztán Írországgal, Finnországgal, amelyek 30-40 év távlatában olyan tartós gazdasági növekedést értek el a világpiacon, ami igen hosszú távon szavatolja országaik versenyképességét, a munkavállalóik millióinak magas életszínvonala fenntartását. Összehasonlítom, hogy a magyar fejlődési pálya, növekedési pálya hogyan működik, hogyha összevetjük Koreával, összevetjük Írországgal, Finnországgal, mindazokkal az országokkal, akik sikeresen zárkóztak fel a fejlett világ. 10 pontban foglalta össze a közgazdász a magyar gazdaság lemaradásának főbb okait. Ezek egymással összefüggőek, a negatív hatást generálók voltak általában. A legnagyobb fejfájása mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, mit lehet tenni azzal a ténnyel, hogy Magyarországon egyre nagyobb a külföldiek által tulajdonolt szektor, egyre nagyobb az állam által tulajdonolt szektor, és aki ebben a szorításban elvész, az gyakorlatilag az exportképes magyar vállalkozó. Mit lehet tenni azért, hogy ez a rész valójában növekedjék, és ne a részesedése egyre kisebb legyen? A tartós növekedéshez szükséges szellemi tőke abszolút hiányzik a roppant kevés, tisztán magyar tulajdonú középvállalkozásokból, összegzett Orbán Krisztián, majd hozzátette, semmi jel arra, hogy ez a helyzet gyorsan, pozitívan változza. A kérdés az úgy jelenik meg, hogy hogyan szerezhet egy ilyen kicsi országnak egy középvállalata olyan típusú know-how-t, olyan típusú tudást, amivel európai szinten versenyezhet. A magyar vállalkozások számára nem reális az, hogy valódi szereplők legyenek Európán kívül máshol, sajnos. Nagyon jó lenne, ha az lenne, még nagyon messze vagyunk ettől. Az előadó kitért a közép-európai helyzetre is. Ebben az összehasonlításban mobilizálható szellemi tőke aspektusából két országot, Lengyelországot és Csehországot emelte ki, követendő példaként. Szlovákia e tekintetben ugyanabban a cipőben jár, mint Magyarország, hallottuk. Lengyelország a legnagyobb siker, ezt követi Csehország, és Magyarország és Szlovákia abból a szempontból, amit én vizsgálok, kölcsönösen problémás helyzetben van. Pontosan azért, mert nem nagyon vannak olyan vállalkozóik, olyan vállalataik, amik önálló, saját tudáson alapuló exportra lennének képesek. A lengyel és a cseh sikertörténet kapcsán elhangzott. Ez a két ország a magyartól eltérően nem privatizálta ipari mennyiségben az állami vállalatait, az ott található szellemi tőke kibontakoztatásával írták és írják sikertörténetüket ma is. Az előadó elismerően szólt a magyar gazdaság által produkált gazdasági növekedésről, az utóbbi években bekövetkezett béremelkedésekről, de ez az út, amire még a 90-es években, mint modell ráléptünk, és ugyanabban járunk most is, sérülékeny, mástól, másoktól függ, így nem lehet tartós a produkált gazdasági növekedés, vonta le konzekvenciaként.
Abból a szempontból, amit én vizsgálok, hogy lehet-e olyan magyar középvállalat, ami valóban európai szinten versenyez, abból a szempontból én nem látok jelentős különbséget 2010 előtt és után. A Vince Nap, mint a szekszárdi kertbarátkör első idei rendezvénye rámutatott, a szőlőültetvények áttelelése ideig a lehető legnagyobb rendben zajlott, s ha a február nem hoz tartósan nagyon hideg időt, semmi akadálya annak, hogy a tavalyihoz hasonlóan jó évet, esetleg még jobbat produkáljon 2020-ban a szőlő és borágazat. A Vince Nap, az ilyenkor szokásos borünnep, mindenképpen alkalmas arra, hogy a szőlő és borágazat szép számú képviselői képet kapjanak arról, időarányosan hogyan is áll a szőlőveszők átterelése. Az enyhe tél szőlőre gyakorolt jótékony hatásai egyértelműen visszatükröződtek a megvágott vesző üdezöld belsője és zsengesége okán a zavartalan biológiai érést jelezvén. Az éprügyek mennyisége is bizakodásra ad okot. De ne feledjük, még nem ért véget a tél. Mai nap, Vince nap, ugye reménykedhetünk, hogy és bizakodhatunk, hogy jó termésünk lesz, és kiváló bort születelhetünk. Azért még hátra van február, azért még meg kell várni a kikeletet, mert az elmúlt 10 évben, ha a csapás érte a szőlőt a tél időszakában, az februárban történt, február közepén vagy végén. Volt néhány év, amikor Dombvidéken is, de az Alföldön is komoly károk keletkeztek a tél végén jövő lehűlések alkalmával, amikor a kritikus hőmérséklet elérte azt a határt, amely már kisebb vagy nagyobb kárt tudott okozni a szőlő ültetvényekben, illetve szőlőrügyeiben. A csapadékban szegény tél után egy esetleges aszályos tavasz kezdet már problémás lehetne a mély gyökérzetű szőlő számára is. Egy kicsit aggodalomra adhat okot, hogy nagyon száraz volt a január, és még a talajok nem töltöttek föl, de reméljük, hogy a tél hátralevő időszakában, illetve a tavasz elején addig ez meg fog történni, és neki tud majd rendülni rendesen a szőlő a vegetációnak. Több minden szól a meccés megkezdése mellett, mint ellene, különösen a nagyobb gazdaságoknál. A kistermelők félve a mínuszokban gazdag télutótól, illetve tavasz előtől, még várnak a meccés megkezdésével. A jó termőhelyen levő ültetvények, tehát én úgy gondolom, hogy a tengerszint feletti 150-160 méter felett levő ültetvényekben, ha valaki elkezdte, nem tett rossz döntést. Ha valaki később tudja elkezdeni, mert kicsit birtokméret is be tudja fejezni, és február végén vagy március elején teszi ugyanezt, hát az is jó döntést hoz. Úgy gondolom, hogy ha már jön egy komoly fagy itt Szekszárdon, ezen a borvidéken, akkor komoly nagy fagynak kell lenni, hogy ezeken a magasabban fekvő ültetvényekben kár legyen. Tehát valaki elkezdte, el lehet kezdeni, és reméljük, hogy nem jön olyan szállított hatalmas fagy, amely ételbe ténylegesen kárt tud tenni. Tudományosan igazolt, hogy a szőlővenyégék elégetés utáni bedolgozása a talajba növeli a szerves anyag mennyiséget. Kezd elterjedni a csak gondot jelentő vennyigék ilyettén való hasznosítása országosan a kisebb-nagyobb gazdaságokban. Volt, meg van olyan felfogás, hogy a vesszők hordozhatnak olyan fertőző anyagot, amely jobb, hogyha az ember elhamvasztja, és így nem jelent kiindulási forrás. Én úgy gondolom, hogy ha vesszőt bezúzzák és bedolgozzák a talajba, az egy jó döntés, mert ahogy említettem, hogy a szerves anyag tartalmat, ha növeljük a talajba, mindenképpen jót teszünk a természetben. A Vince napi borünnep Szekszárdon együtt jár a szekszárdi történelmi borvidéken zászlós hajósnak nevezhető tájfajta a kékfrankos újborok kóstolásával és szakmai értékelésével. Minden jel arra utal, a 2019-es kékfrankosok már az idén domborítani fognak a különböző borversenyeken. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!